Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 11-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és mik az ő tervei. Ezt mutatja ez a felső kártya. A 8-as szám itt arra utal, hogy vannak ilyen húzavonák az életében, már így vagy úgy, nem tud döntéseket hozni, és pontosan ezen gondolkozik el, hogy ő nem tud úgy határozni, ahogy szeretne, mert mások befolyásolják az eseményeket. De ő keres egy kiútat, és ti mutatjátok, hogy milyen irányban kell, hogy mozogjanak az események. Ő nem fog azonnal jelentkezni, ő nem fogja ezt azonnal megválaszolni, viszont a napokon belül így követ benneteket. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a fiatal férfi mutatja itt a választ és a levegő elemét. Tehát neki kell most a könnyűség, a mozgalom, a beszélgetés és a szabadság érzete. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt mutatja itt ez a betegség. Vagy ő beteg, vagy valaki az ő közelében. Amire én gondolok, hogy ez az a koronavírus, ami őt foglalkoztat. És pontosan ez az állapot, hogy ő nem tud úgy mozogni, ahogy szeretne, és nem tud olyan döntéseket hozni, ami számára előnyös lenne, pontosan ez, ami őt betegíti. Kell neki a segítség. És az a fontos, hogy beszéljetek egymással. Ezt mutatja ez a napi kártya. De nem csak azt, amit ti szeretnétek közölni vele, hanem, hogy ti meghallgassátok azt, amit ő közölni szeretne veletek. Az lehet, hogy a jelen pillanatban ez nem lehetséges, és ez titeket is elkeserít, viszont legyetek türelmesek, mert ő fog titeket követni pontosan abban az irányban, ahogy ti ezt meghatározzátok. És lesz arra lehetőség, hogy mindenről beszámoljatok. Ő is meghallgat titeket. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!